És már is visszatértünk a mai nap szakértőjével, dr. Bánhidi Ferenccel. Üdvözöljük vissza a műsorba, doktor úr. Hát milyen telefonok érkeztek? Számos telefon jött, ezek közül volt olyan, ami nem ehhez a témához kapcsolódott, azt nem vetném föl, de nagyon sokan érdeklődtek arról, valóban az a fő kérdés, hogy mennyire nevezhető a hányás egy élettani folyamatnak a várandóság kapcsán, és mennyire nevezhető ez már betegség állapotnak. Hát ezt azt hiszem, hol a határ? Igen, aha. így van. Amit itt feszegettünk szerintem, és én úgy gondolom, hogy ez egy egyéni dolog is, mert hogyha valaki egyhányástól már nagyon-nagyon aggódni kezd, akkor azt a helyén kell kezelni. Nem azt mondom, hogy gyógyítani kell gyógyszerekkel, de mindenképpen szükség van arra, hogy az orvos megnyugtassa, vagy a védőnő, vagy a szülésznő megnyugtassa, és elmondja neki azt, hogy ez egy részjelensége lehet a várandóság első harmadának. Ha 24. héten kezd valaki hányni, akkor úgy gondolom, hogy nincs köze a terhességhez, hanem mondjuk valamilyen gyomorrontása van, vagy bármi más. Ugye kezdődhet egy influenza is hányással, vagy bármilyen más kórkép. Tehát el kell helyezni mindig a várandóságon belül, az időben belül azt, hogy most valóban milyen folyamatról van szó, és azt is el kell dönteni, hogy ez most mennyi ideig fog tartani, ha látjuk, hogy ez több napon keresztül, és valóban a páciens életét idézőjelben veszélyezteti azzal, hogy csökken a súlya és kiszárad, akkor mindenképpen kórházi ellátásra van szükség. De nem kell feltétlenül rögtön a legrosszabbra gondolni. Nem, azért nem egy komoly betegségről van szó. Eleve a várandóság az egy egészséges dolog, amihez kapcsolódnak eltérések, amit a helyén kell kezelni. És például mondjuk az is lehet, hogy egyszerűen csak az ételek megválasztásával is lehet ezt kordában tartani, vagy lehet ezen finomítani? Lehet, bár a várandósok azért elősen tudják azt, hogy mi az, ami iránt igény merül fel a szervezetben, és azt választják, és kevésbé lehet szerintem rájuk tukmálni bármi más. Aha. Tehát, hogy akkor mondjuk inkább a gyógyszerrel lehet ezt például segíteni, hogyha ez tartósan fennáll. Igen, de ne jussunk el odáig, hogy ez tartósan fennáll, és akkor is először azt mondanám, hogyha valóban arról van szó, hogy most ez a kiszáradásos állapot közeli helyzetbe kerülünk, akkor előtte megtörténik az infúziós terápia, ami összesen csak annyit jelent, hogy amit nem tudunk bejutatni szájon keresztül, a gyomron keresztül, és nem tud felszívódni, azt a vénás rendszeren keresztül juttatjuk be a szervezetbe, és hogyha a szervezet újra kinyílik és működik rendesen, akkor vissza tudjuk juttatni azt a folyadékot a gyomron keresztül. Igen, ahogy el is mondtam a műsor elején, hogy nagyon fontos ugye a folyadékbevitel, fontos, hogy azért komplexen odafigyeljünk egyáltalán magunkra, és akkor nem kell ennyire kétségbe esni, és ugye az is egy érdekes jelenség, amit szintén említett, hogy amikor megérkeznek a kismamák a kórházba, akkor megnyugszanak. Tehát, hogy valahol erre szerintem nyilván azért túl stresszeli az ember néha ezeket. Igen, hát van egy aggodalom, ahogy itt láttuk a hercegnénőt, ez a harmadik alkalma az élete során, hogy ezek a panaszai fölépnek. Én gondolom az elsőnél sokkal nagyobb stressz alatt volt, hát eleve a királyi ház, amiről beszélgettünk, de a másik kettő itt valószínűleg egy ilyen állapotról van szó, de ezt ő is már biztos sokkal jobban tudja kezelni, mint az, akinek ez először történik az életében. De ilyenkor nyilván gondolom, hogy a terhessége valami olyan, akár hormonálisan megváltozik úgy a szervezetben, hogy egy csomó minden irritálni fogja a gyomrot, én azt gondolnám, vagy nem tudom, tehát van ilyen összefüggés? Szerintem ennek a műsornak nem az a valós célja, hogy én nagyon mélyen belemenjek abba a hormonális biokémiai rendszerbe, és ebben nem is mennék bele, de valóban, ahogy ön mondja, itt a hormon változástól jön létre ez a hányás, aminek ezzel egy pozitív oldala van, nem a hányásnak, hanem a hormon változás. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Itt volt velünk. Igen.